Sziasztok, Hello, gyerekek! gyerekek! Na! Újabb RetroCat epizód, immár a második, így 2 hét után eljutottunk a második részhez, Igen. ami egy mindkettőnk számára kedvelt, szívlelt És muzeális és értékű. muzeális értékű játékkal fogunk foglalkozni, ami szerintem nincs olyan ember a Földön, aki ne ismerni. Tehát, hogy odamész a 80 éves nagymamádhoz, ő is tudni fogja, mi az a Doom 2. Viszont most Nandinak mondani valója van, és azt fogom csinálni, hogy rakok egy linket a videóba, hogyha valaki esetleg egyből a játékra szeretne ugrani, akkor az kattintson rá, és oda fog De nem már, ugrani. hát ez tök fontos, amit mondani akarok. Na. Akkor nem szóltam, mondjad. Nem kaptok linket, tessék végighallgatni a kutyafáját. Hát fontos dolgokról akarok Akkor beszélni. beszélj. Na, az van, srácok, hogy a hírózós sorozat alá nagyon sok olyan komment érkezett, hogy nehogy abba hagyjátok, meg legyen sorozat, meg mit tudom én. Na most akkor ezt tisztázzuk, srácok, hogy a RetroCatnek nem ez a lényege. Tehát ilyen egy-két, de maximum három videó lesz játékonként. És akkor így folyamatosan haladunk, így egy-két hetente lesz egy új játék, Hát a mert legjobb. ennek az a célja, hogy ugye bemutassuk azokat a dolgokat, amiket mi már 15 éve ismerünk, és amiken felnőttünk. És akkor, ha valakinek tetszik, akkor kipróbálja, és akkor ennyi volt az egész. Igen, tehát a RetroCatnek nem az a lényege, hogy végigjátsszuk, hanem bemutassuk. Tehát nem Igen. ugyanaz a kettő. Igen. Na most, még mielőtt bárki rage-el, és óriási leiratkozó hullám indul meg. Tisztázzuk azt, hogy a Heroes-nak lesz egy folytatása, tehát annak lesz befejező része. Igen. Nem hagyjuk félbe a pályát az be lesz fejezve. Ugye még ott van egy ellenfél, ami nincs legyőzve. Úgyhogy egy ilyen extra epizód formájában annak a befejezése fel fog kerülni. Az elkövetkező egy hétben szerintem Igen, valamikor, igen. nem feltétlenül kedden, hiszen az már nem a RetroCathez fog tartozni, mert a RetroCath az most van, és most Doom-mal fogunk a Igen. RetroCath keretein belül foglalkozni. Köszönöm a figyelmet, viszontlátás. Na, akkor Na. én mindenféle hezitálás nélkül indítok egy újat, normál nehézségen igazából. No, wow, Jézus ereje, de rég És nem játszottam lehet ezzel. föl-le Nem lehet föllenézni, nézni. se ugrani, se guggolni, tehát Igen, tehát ez egy ilyen játék. és ezt szinte mindenki tudja a Földön, hogy itt egy ilyen chainsaw. Nem tudom, hogy van magyarul. Mindegy, én játszok Lánctűrész. amúgy, és nem Nandi. Ami azt jelenti, hogy engem kell szidni, hogyha meghalok, vagy nem Jönnek. tudom. Mit mondtál? Semmit. Oké, okay, Én tehát egy szót nem szólok. mindenki ismeri a mapot szerintem. Itt van, kéne lennie valahol egy. Ott van a zölden lehányt. Ott jönnek. Van egy ilyen zöldre lehányt fal. Ilyen Milyen zölden zöldre van. lehányt Hát fal? ott most mentél el mellette. Mi? Látod, ilyen zöld hányadék van a falon. Ez nem De itt az? kéne lenni valahogy secretnek, hogy úgy emlékszem, hogy ez a Doom 1-ben volt, nem tudom. Mindegy. Jujuj, Egyébként ez jujuj, a... Nem igaz, hogy nem ismered ezt a mapot, hát ezt a mapot jujuj. Én mindenki ismerem, ismeri. mindenki Na, ismeri. mindenki ismeri ezt a mapot. Hell on Earth amúgy, Doom 2 Hell on Earth, ami egy... A most lement a gomb, ezt meg akartam nyomni előtte. Ti Majd honnan jöttök? visszamegy. Hát ez a másik szobából. Nem megy vissza. Cseh! Egészség. Elcsesztem egy secretot, már ott kinyílt volna a fal, hogyha... Ne, itt van! Még meg lehetett, király. Oké. Okay. Secret is revealed. Egyébként meglepődve láttam, hogy... Ennek a játéknak van 1920x1080-as felbontása ahhoz képest, hogy... Persze, mert ez már modolt, 30. tehát ez nem az eredeti verzió, hanem már össze-vissza van módosítva. Hát igen, mondjuk. Egyáltalán az, hogy elindul Windows 7-en, az már annak köszönhető, már alapból, hogy modolva van. És egyébként egyik oka, hogy nem frissítettünk még Windows 10-re, az, hogy a RetroCathez a játékok be tudjanak indulni, de tényleg, tehát jövő héten is olyan játékot tervezünk, ami egyébként nem biztos, hogy elindulna modernebb változatú Windows-on. Na titeket ott... Hát azt hittem hagyott, hogy megüssön. Nem, az nagyon noob Diazsán. dolog lenne. Megpusztulnátok? Szerintem sikerült. Nem kéne valahol lenni egy... Valahol tuti ki lehet ott menni a... És a izébe, oda. Ott Hova? a lépcső, menjél fel a lépcsőn. Oda ki lehet menni valahogy. Hát Nem tudod, van hiszem. is egy ilyen tornác, de hát biztos vagyok De benne. itt is van egy secret, ez a fal le tud Igen, jönni az megy valahogy. le, és akkor lesz egy kijárat. Nem. Nem misszeltünk valahol valamit tuti, egyébként? de tuti. Úgy emlékszem, hogy itt a kezdőhelyén is van valamilyen megnyomható gomb, de ez az egybe van De figyelj igazából. csak! Igen. A izéket próbáld már meg. Várjál! Nem ez volt? Nem.
Mit próbáljak meg? Elfelejtettem, mit akartam. Értem. Na mindegy, haladjunk közben. Mert... Hát de ez már a vége, hát készen van. Ez van. Egyébként Autorant be lehet kapcsolni, csak én nem kapcsoltam be, mert hát ilyen vagyok. Tehát most ilyen félig sétálós, félig futós dolog lesz. Underhalls, ez a vizes, azt hiszem. Igen, igen, ez a vizes. Okay. Ezt utálom amúgy ezt a mapot, ez egy fos. Miért? Jó ez. Az a helyzet, hogy a Doom mapok azok mindig, de mindig úgy vannak megcsinálva, hogy rohadt bonyolultak. Igen, és igen. A Skyrimban is mindig eltévedek a dungeonökben. Tehát ezt már gyerekkoromban is utáltam, hogy soha nem találtam semmit. És így mindig 87-szer. Hát egy map az fél óra volt nekem. Hát neked. Mert igazából... Ó, ez már sok is, bácsi. Úristen. Aki mondjuk meghalhatna, ha tudnék célozni. Kikapcsoltad ugye az autóémet, úgyhogy... Hát mert ez noob-oknak való. De az alapjátékban úgy van. Hey! Tehát... Nem, nincs úgy. De úgy van. You've got shotgun. Amúgy automatikusan nyomnám az R betűt, mint újratöltés, csak nem, ez a játék nem úgy működik. Most mi nyílt ki? Ja, lent az egyik. A folyosón a víz. Igen. Nagyon tudjuk ezt a játékot. Hey, hey, hey! Ó, főnök, hát hova célzol? Így kell double kill. Double kill. Úgy van. Az kell. Fölvetted a health-et? Miért? Noob. Nem kellett volna? Hát bizony nem. Hagyjuk már, ez egy játék. Hát ez noobság. Hát most a 25-ös pak töltött rajtad 8-at. Ahol ezek egymásra rámennek. Igen, mert ha eltalálják egymást véletlenül, akkor berágnak egymásra. Ezt nem tudtad? Hát... ezt nem tudtam, hogy itt is, mert tudom, hogy sok játékban így van. Például Skyrimban is. Itt így van. Ó, itt van a Double Barrel, gyerekek. Hát ez lehet, hogy nem használnám. Nagyon fogyasztja az ammót. Ja. Várjál, hogy... A hármast nyom meg még egyszer. Igen, jó, megvan. Nem találom a számokat, az baj. Ez baj, nem nagyon emlékszem ilyen szikretekre, mert mondom, nem játszott. Én se, hát igen. Én gyerekkoromban nem is nagyon kerestem őket egyáltalán. Ó, én igen, nekem az volt a mániám, hogy hol vannak szikretek. Fe. Csak sose találtam nagyon sikeresen. Vagy hogyha találtam is, már nyilván nem emlékszem, hogy hol. Anyádba. Azok ott vannak. You've got the red key. Oké, mit akartam még mondani? Valamit akartam még mondani. Én nem tudom. Játékkal kapcsolatban. Egyébként fenn van Steamen a teljes, tehát meg lehet venni külön-külön a Doom 1-et, 2-t, 3-at. 2 euróért fejenként. Hey. Mi a Doom 3 is 2 euró, ne idegenik. Hát azt nem tudom, hogy a 3 is annyi. Az biztos, hogy hülyeség. Hát oda, a Doom 3 az 2006-os játék. Oda fel lehet menni, nem? Föl hát. De ne, mi? Hogy? Hogy van ez? Nem tudok felnézni, ez annyira zavar. Mindegy. Hey, nem, ne tessék ilyet csinálni. Na ez most kinyílt. Nem volt ez eddig nyitva. Amúgy, hogyha felveszel valami kulcsot, mindig kinyílik valami. Tehát ez olyan játék, hogy gonosz. Tehát nem enged... Tehát... ha valami változás történik a pályán, akkor megjelennek az ellenfelek. Tehát ez nem olyan, hogyha már egyszer voltál valahol, akkor ott nem is lesznek ellenfelek. Nem. Ha csinálsz valamit, akkor ott bizony ellenfelek lesznek. Most mit csináltam? Most is megnyomtál valamit, ott lesz igen, valami. Igen. Na, nehogy fölvedd a HP-t. Jogi. Most kék kulcs is kell. Jogi. Ott van lent. És ez egy lépcső, tehát ha esetleg úgy van, vissza tudok jönni. Robbansd egy... fel a ládát, úgy, igen. Úgy. Hehehehe, fe. Most nem tudom, mekkora káoszt okoztam, valószínűleg nagyot. Jó, oh. Mindjárt magadat fogod megölni. De ott van lent valami. Igen, ott le lehet esni, a sarokban van egy lyuk. Leessek? Előlem. Ah. Mi ez? Mekkorát nézett a faszi, azt látta? Ja, igen, azt én néztem én is. Az mi? Az valami új dolog. Régen nem volt ilyen, hogy így meglepődik. Biztos? Én, aha. Mintha emlékeznék rá. Baszki, én leugrok, aztán lesz valami. Hello, guys! Nincs itt semmi. Ja, dehogy nem. Eltalálnád? Kösz. Ez veszélyes volt. Azt ugye tudod? Tudom. Azt is. I've got the blue key. Most egy teljes szivárványom lesz itt a végén. Ah! Jó van. Ez az pánik shotgun. Az a baj, hogy nem lehet... Tehát ez a félhomály, ez idegesítő elég. Igen, igen. De hát... Ez a játék már csak ilyen. Amúgy egyébként... Oh. Ja, ez a kijárata volt annak. És
akkor hova kell még a másik? Ide. Ide. Jó. Nem. De ez ennyi volt. Nem. Jújjújjújjújjújjújj. Uff. 62. Egyébként azt nem tudom, hogy ilyenkor az élet az újra töltődik? Nem, ugyanannyi van. Igen? Az, persze. Ó, de jó. Kivéve akkor, ha kiviszel egy World-ot. Tehát új World az új élettel is. Azt hiszem. Secret nulla. 100%. Hát elég gánt vagy, már ne is haragolj. The Gauntlet. Most miért nem azt csinálod akkor? Mit? Hogy a secretöket még külön keresed. Hát de akkor itt... Tudod, a Doom-ba tudod milyen a secret keresés? Tehát hogy mész végig a falkon és... tehát semmi logika, semmi. Ez ilyen. De amúgy vannak nagyon egyértelműek köztem. De vannak. Az a baj ezzel a fegyverrel, nagyon jó, mert minden csak 9 év mire újra töltődik. Hát, meg nagy a szórása, tehát ez akkor jó, hogyha sokan vannak egy helyen, és akkor itt tudod dikházni őket egyesével. Ugyúj. Például ők, csak most már nem akarok hát, váltani. Hát, jó a sima shotgun is. Igen. Aha. Kek. Jaj, de utállak titeket. Tudod, ki lesz nagyon idegesítő? A Chainsaw csávó. A machine gunos. Hello. Hát ez nem Chainsaw. De az amúgy tényleg az a legrosszabb ellenfél a játékban kár. Nem, amúgy a legrosszabb az a... Hey! Ah, nem! Rossz! Ah! Itt van, itt van! Ah, úgy kell okay. Belesétálni, jó volt. Ah, most sorozni kell, mert itt ez már nem játék. De a fele mellé megy. Nem baj. Másik fele nem. Igen, ez egy ilyen játék, tehát... Van egy rakétavető, azt régen tudtam, hogy hogy kell megszerezni. Na, valami van. Ezt leutálom. Szóval, igen, tehát ez egy olyan játék, hogy... Fejezd már be! Kösz. Ez egy olyan játék, hogy a játék végére már olyan mapok lesznek, hogy így bemész egy szobába és 9 milliárdan, tehát ez a... Én nem túlzok, tehát itt olyan... Ja, láthatatlan csávó. Mi? Hol? Hát azzal nem mész semmire főnök. Terede, figyeld meg. Látod, hogy hara? Megdög lesz. Á, meghalt. Így... Nem! Vigyétek! De miért a duál... Ajja, ne a dupla csövessel sinem. Mert ez a gomb akadt a kezemre. Oh shit. Ott is vannak, vigyázkodjál. Valaki meghalt. Ja. Hát már csak hatan vannak. Ezt nem lehet így, nem. Hú, de béna vagyok, Jézusom. Hát, most nem akartam mondani, de... Jó, rég játszottam. Valaki? Nem helyes. De! Látod, ez is egy olyan terület, ami most nyílt ki. Igen, igen. Egyébként, hogyha meghalok, te jössz. És igen. Ezért... Aha, menteni kéne. Ezt nem mondtad eddig. Hát most már mondom. Úgy. Hogy kell? Nem úgy, ne jelj. Nem tudom. Add már ide. Várj a space. Nem. Ja, nem. De már, menj vissza így, mert ez na. Így. Á, mert Doom-ba minden space-szel aktiválódik, gondoltam, hogy ez is lesz ilyen okos. De nem. De nem. Hol is szopódtam az előbb? Ott hátul. Aha, megvagytok. Én a shotgunost mondanám elsődleges célpontnak. Aha. Nem szórakozunk. Oké, ezek kék kulcsosok, ami nekem van tök véletlenül. Oké, akkor ez most... csak egy külön izé, egy semmi. Oh, nem akartam! Jaj! Hoppá, megvan. Így a kell a rakétaütőt megszerezni. Gyárákák! Egyébként... Igen, tehát ez egy olyan játék, továbbra is, hogy mindenféle ajtó per teleporter előtt így átnézed, hogy jó, akkor van 30 életem, akkor előveszem a rakétavetőt, és úgy mész be a teleporterbe, mert tényleg fogalmat sincs, hogy mire számíthatsz. Fingod nincs. És ezt szeretem ebbe a játékba. Ha előveszed a rakétavetőt, bemész a teleportba, és szembe jön egy ellenfél, akkor magadat is megölted. Tehát ez, gyakorlatilag ennyi. Ezért kell a plasma gun, amit majd később azzal is. Az is area of effect. Nee. De. Igen? De. Bezony. Ez mi van? Oh, de most tudod, hol vagy. Ja. Oh, nine.
Ezek tudod miért jók? Mert nem tudnak távolra támadni, tehát most szépen le tudom őket szedni, sőt nem is pazarlok. Hoppa. Anyád! Anyád! I got wrecked. Jó, tudod mit, gyertek. Nem lesz jó, mert oldalról fognak meg. Engem soha. Gyere, 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 gyere. Sétálj bele. Ez az. Zseni vagy szívem, jó van. Ó, ezt nem akartam. Hogy mész vissza? Tab. Tab, jó. Ez meg a... Ez a nulla. Jó. Istenem. Ez valami nagyon titoknak néz ki itt hátul, de nem mi. Lehet, hogy gomnyomós. Nem tudok fellőni? Hát nem. De. Aha. És ott most a másik. És itt egy láthatatlan. De pasztulj már meg, hát nem igaz. De most pedig lezárult, vagy most miért? Nem tudom, főnök. Megnyomom még egyszer. Ja, akkor ez nyílik le, és a akkor másik? Azt meg. Ja, most aha, nyílik ki az, ajjaj. De micsoda ez? Hát ez csalás, ezt úgy hívják. Miért csalás? Ez Doom. Ez ilyen. Ezek ilyen egyes pajzsok, nem? Igen. A kék szérum, meg a egyes élet. Uh-huh. Na figyelj, most oda én mondom figyelj neki. Mondom, oda mondom neki. Jaj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 
Na, hát azt hittem, hogy meghalsz ennyiből, és nem. Exit, menjünk? Hát mit tudom. Menjünk. Boom! Zseniális ez a játék. 100% kill, és 0% secret, mert lov vagyok. Oké. Okay. The focus. Focus on me! Mindegy. Jézus már, ezt mit csinálsz? Nem tudom, inkább hanyagoljuk. Ó, sajze. Ilyen helyzetekre találták ki a dual barrettát. Barretta, főjön. Jó. Ez úgy csak, ez amúgy szerintem a szokásosnál is sötétem, nem? Igen, ez most eléggé. Hey. De van olyan izé... Cheat. Nem cheat, hát biztos cheat is. Hanem ilyen kis item, amit föl lehet venni a pályán, ja, igen, és minden világosabb van egy kicsi ideig. Haha. In your face. Hoppá, ez mi volt? Mi? Ha valami robban. Ja, ott van egy ilyen láthatatlan szar, geci fejű mocsok. Köszi. Bírom, hogy röfögnek egyet, amikor meghalnak, ezt nagyon viccesnek találtam már gyerekként is. Az nem így működik. Na. Pedig ez túl egyszerű lenne mi. Fogonnyomásos valahol legalábbis, biztos. Hey! Nem lövöldözünk. Biztos fognak a kommentelők rage-elni, hogy hát de hülyék vagytok, kihagytatok 8 milliárd secretöt. Na most beszéljetek. Ja, és most csak körbe mentem tulajdonképpen, ja. Jó, nem baj. It's fine. De hogy jutottál ide, drága szívem? Mesélj. Itt voltam? Ez a piros kulcsos. Majd leszel. És innen kezdtem, akkor megyünk erre. Ott van egy gomb, amit meg kell nyomni. Ott van, ott az. Azzal fog a kék kulcs lemenni. Ja. Igen, és hogyha ezt felveszem, akkor az arcomba fognak rektelődni szerintem mások. Mert ha hallottam is, hogy lenyílik valami. Na, hol kapom a áldást? Ott. Taktik. Az a taktik. Nem kell. Most csak 5 élet hiányzik. Mit csinálsz? Ott volt egy kék ajtó, eljöttél mellette. Valóban. Ah, hello, fasz, nem látok. Áú. Oké, én megvárom, fejezzétek csak be. Oké, azt hiszem elfogytak. Ugye? Majd kiderünk. Ha, ez mindig ilyen sötét volt? Nein! Du bist eine große... Jó, faszán belesétáltam. Az ott teljesen hülye. Itt van viszont egy secret, amit tudok, hogy mi. Igen? Az egyik doboz így lenyílik, ha megnyomod. Ez meg azt hiszem csak egy lámpakapcsoló. Mi? Vagy biztos, nem tudom. Ja, de ez nem is secret, hát azt kell csinálni. Mert úgy lehet a piros kulcsot megszerezni, hogy a legkisebb doboz nyílik. Az meg melyik? Úgy van, hogy a szürkéket kell követni. Hát igen. Várjál. Nyomd meg a falat, ott nem... Milyen falat? Ah,
Istenem, rohadtul nem azt csinálod, amit akarok, hogy csinálj. Hát én is így éreztem magam, amikor te Skyrim-eztél. Jó, akkor nyomd meg a gombot, és kapsz egy liba combot. És most lenyílt valami. Hát most le. De mi a zsákon tövét csinálsz? Mert itt hallottam, nyugi. Tényleg volt itt egy lámpa kapcsoló, jól emlékeztem. Ja, várjál, itt van ez! Igen, jó. Ez az, na erre emlékeztem okay. Én, hogy lenyílik valami. Oh, shit, nem várjál. Tudtam, hogy így kell. Várjál, visszamegyek, mert ott volt egy teleporter. Hát... Ja, hogy ott nem... Ja... Így. A secret is revealed, hát nagy secret volt. Mi? Ez volt a secret? Hát itt már volt. De gáz. Oké, okay, van piros kulcs, ami itt van. És még egy. Ez ebből amúgy nem érzek. Ajaj, hát ez elég gyanús, hogy oldalról fognak meg akkor szopatni. Akkor duában rett a time. Aha, ott van-e. Nem. Hey. Hol voltál? Nem tudom. Itt. Nagyszerű. Fantasztikus. Teleporter. Oké. Okay. Ah! Idegesítsed anyára. Hopp, nem, még nem. Semmi. Hey. Fuck off. De miért a duállal? Ezt annyira nem értem, amit most csinálsz. Hát én se. Azt hittem okos vagyok, de nem. Ja, innen jöttem. Jó. De ott valahogy kell az, hogy... Nem. Középen ott lesz egy híd, ha csinálsz valamit. És itt nincs másik út amúgy. Melyikben voltam? Ebben vagy a másikban? Ebben nem voltál még. Akkor menjünk ebbe. De ebbe voltam. De akkor ugyanazt csinálja a kettő. Nem, akkor várjál, megyek ebbe. Mondom, hogy ugyanazt csinálja, mind a kettőbe voltál már. Nem, de látod? Mi? Mert itt van egy ilyen. Nem, azt nyomjam. Aha, és azt most felemeli a liftet, és most megyek be ide, és átmegyek a hídon. Ez annyira klasszikus. Istenem. Pedig. Igen. Ezt minden pálya eljátsza. De számíthattam volna. Mindegy. Secret 66, ez tök jó. Egyet hagytunk ki. Akarsz egyet menni? Én nagyon akarok menni. Gyere, menj egyet. Mennyi időnk van még? Hát, attól függ, mennyit akarok. Kösz! Bocs! Attól függ, mennyit akarok menni. De ez nem ér, mert a könnyű pályákat megcsináltad. Igen, tudom. Én megdöglök, és majd ki fogsz röhögni, hogy mekkora noob vagy. Simán. Na, hogy kell ezzel a játékkal játszani? Mivel lősz? Hát, szerinted? Kontrollal. Nem. Space-en. Átállítottam, hogy ugyanúgy működik, mint az FPS, tehát. Ja, de okos vagy. Tudom. Na, mindjárt meghalok, azt jöhetsz. The Waste Tunnels. Ja, most még egy Space-t kell nyomni. Igen. És az meg ilyen 200-as életet ad az arc. Tudom. És 5 most hülye vagyok, mert lőttem egyet. Igen, tudom. Baszdmeg! De beszartam! Jaja, ez kell. Nem ez. Így. Oké, csináld. Nem jó. Ne legyél már punci, ez a Doom nem arról szól, ne hogy... Foss, ne foss, te úgy játszol, ahogy akarsz, én meg úgy, ahogy én akarok főnök, jó? Oké, tehát ennyi. Na vedd fel az arcot. Baszd meg! Buah! Anyád! Rektifikálódtál egy kicsit. Wow. Vedd fel a 100-os HP-t. De ez zavar, hogy ott van, ne vedd fel. Ne dumálj! Nem veszi fel. Direkt csinálod? Nem. Elbasztod. Nagyon epik akartál lenni, csak nem nagyon sikerült. Na most egymással harcolnak. Jó lesz. A Csenganos nyert. És most tűzvonalából állsz konkrétan. Nem pofázik. Jó. Pont fedezékben van a kis köcsög. Hey, ez liftezik. Na jó, lemegyek. Ó, nyilván belém kell ütnött egy gyökér. Jó ötlet volt lejönni. Hát itt volt az armor. Na jó, most már fölvesszük. Jéj. És valami lenyílt emiatt, várjál. Aha. Én úgy szeretek ezzel játszani, hogy lassan, szépen nyugodt. Bassz meg. De beszart. De ez mekkora egy geci dolog. Jézi, azt hiszem, hogy ki fog nyílni az ajtó, de amúgy... Hát gyökkettőig se látok. Hello. Mit vált? Miért vált ott? Mi a fene? Meg se nyomtam! Bazd! Noob vagy! Ne noobaskodj itt nekem. Ne pofázzék, Kend, mert oda veszok.
De miért engem szipattok? Ne legyetek már csicskák. Ez itt az jó volt, ilyen triple kill akció. Istenem, de hülye vagyok, hát komolyan hát mondom. Hát most mondjam. Már vagy 70%-ot buktam a HP-ból. Anyádat. Újjúj, ez nagyon-nagyon rossz. Annyira nem. Lesz ennél rosszabb is, nyugi. Hoppá, valamit benyomtam. Háj, nem tudom mi. Valamit ki is írt. Egyébként... Szerintem most kapcsoltam be a Always Run-t valamivel, és nem tudom mi volt az. Minden jó az. Mi a fasz... Na. Egyébként a leggonoszabb ellenfél a játékban az egyébként a... Egyébként a Caps Lock lesz az. Igen, a Caps Lock az Always Run. Róla, de jó. Na mindegy, igen. Szóval a leggonoszabb ellenfél az egész játékban az a anyahúsgolyó. Tehát ilyen golyó, ami az lebeg, és az... anya, igen. És ilyen koponyákat szül állandóan, az... Úristen. Meg az a két emelet magas szörny, ami zöld tűzgolyókat lő. De ez az easy. Az nagyon nem easy, annak annyi HP-ja van. Ezt nem lehet megölni. Ez nem kell. Hopp, valami történt. Hello. Nyugi, csillagbra. Tüttüdidi. Na itt fú, van, de imádlak tiket. Igen. De ezek még nem azok. Nem, még ezek... Van, ettől, van egy olyan, ami ilyeneket csinál. Igen, ezeknek anyjuk is van. Ó, hogy szopor, száj, így szopunnál ketté. És itt most leesek, akkor mit, mi lesz? Megdöglök? Hogy egy kamion vinné el a szüzességen. Szivacs 2015. Na, szopulni fogsz? Nem fog szopulni. Hát ez rakétavető van bent. Vágod? Ja, de. Ki kéne azt is próbálni. Ez egy jó játék. Lehet rakétavetőzni. Meghalnék. Gyere, bász. Te is menősködsz ezzel? Kipróbálom. Így feldugod az orjukába konkrétan. Mi a négy? Megyünk egy kicsit ezzel, ez totál tele van. Mi a... Ott van bent, igen. A piszkos kurva anyját. Az ilyennek. Most körbe-körbe megyek. Konkrétan. Jól lekezelted a szituációt, úgy érzem. Most már óvatosan kell, mert mit halok meg. Hogy a kedvenc YouTube-osomat idézzem. Igen. A shotgun in the face is the perfect cure for being an asshole. Hát itt semmi nincs. Ott van egy piros ajtó. Piros. Bocsánat. Nyilván rövid sorozatokkal kell leszedni, mert úgy a menő. Mert amúgy csé. Na, menjünk, haladjunk, mert 14 perce vagyok ezen a mapon. Ahogy igen. Hey. Ó, az intuíció! Figyelted? Igen. Úgy kerültem ki, hogy hátul, hátrafele néztem. Egyesek ezt VH-nak hívják. Ah, igen, ahogy... VH. A 2000, vagy 1995-ös játékban VH. Biztosan. Hey, ez secret? Ez eddig is itt volt? Nem tudom, én a fákját nyomtam meg. Azért mondom, hogy... Oh. Monster kill. Ki a... De most mi van? Honnan az anyádból lősz? Köcsög gyerek. Welcome to Doom, motherfucker. Aha, és most tudod, hol vagyok? A leges legelején, mi? Ja. Gratulálok. De most már van kék kulcs, meg piros. Az biztos csinál valamit. Ez biztos fontos. Tudod, mi fontos, te? Itt voltam én? Nem. Mondjuk ezek még mindig egy fokkal jobbak, mint a... Van, hogy látom a flank, fuck, igen. Fuck! Aaaaah, megdöglök! Aaaaah, faszek! Azt a kurva!
Nandikám, hát mit csinálsz? Hát jött egy olyan láthatatlan, és tudod, elállta az utat, mert akkor nem lehet menni, ha előtted vannak. Az ilyen helyzetekre találták ki a Dual Barrel-t. Aha, és neked van annyi lélek jelenlétet, hogy még arra is átváltsál, biztos. Mert meghalok! Ott egy... vagy... Sprintelj, fussál már, nem fut. Hú de, úristen. Izgalmak. Most felvettem egy berzerket. Ja. Most valakit meg kéne alázni ököllel, mielőtt elmúlik. Hát csak, igen. Kit? De már késő. Úgy tök nem találok addig senkit. A berzereket is akkor adják ide neked, amikor éppen... Ez most mi? Már nem volt senki. Ezeket ki lehet nyitni az összeset, nem? Ez nem csinál semmit. Ezek mind, mindegyik mögött van egy ilyen. Ó, hogy rohadnál meg, te is. De 200 vagy 100? Nem, ez 200, ez mega armor. Mega armor. És ezek most még kell nyomogatni, vagy most mi van? Nem tudom. Ó, ez egy ilyen secret, ott még volt tovább, vagy nem? Hát ez így rohadt unalmas lesz. Ezt már megnyomtam. Ez nem csinál semmit. Ez sem. De ezek itt megbújtak? Itt ja. Tényleg itt van valami, ez az egy, ez olyan. De hát már voltál viszont. Akkor mit kell itt csinálni? Hát, de? Itt még nem voltál, az biztos. Vagy mi? Kék ajtómban még nem voltunk. Igen. Igen, ez ilyen... Be van nyomva a kapszlót, most veszem észre. Oh shit, no! Hát hajj már meg! Te is! Sárga kulcs, mi a szarnak? Már itt van a mert azzal lehet megnyerni a pályát. Megnyerni tehát, a pályát? Tehát csak ennyi. Júj, de imádlak! Ott van a gömböckém. De ez nem az, amelyiket mondod. Tudom, de ez is nagyon cuki. Manakius, azt hiszem a neve. Mi? Manakius. Nem, ez nem lesz szerintem. Hey, fussál! Ott van, lent van valami, ezt tudom, megnézzi. Hogy van, ott az exit. Hát most ezt leszarjam, vagy. Ne már főnök, a kutya úristen itt, nem takarodsz? Gömböckém. Ugye leesek. Hallod, ez nagyon dagadék. Igen, na a kapszlokot kinyomjuk, mert idegesít, hogy ennyire gyors. Szerintem oda valahogy el lehet menni. Futásból, nem? Nem már itt egy láthatatlan buzi. Most öltem meg. Véletlenül. Jó. Véletlenül. De mi itt ennyit lehet csinálni? Gondolom, én nem tudom. Használd. Picsába. De ez most csak ide rakott vissza. Itt meg már voltál 8-szor. Várjál, most hol... hogy van? Most ott van a... igen, tehát itt a kiárat. Na mindegy, szerintem menjünk. Hát akkor menjünk. Hát pedig felkészültem. Pedig most készültél. Na jó, nekem ennyi elég volt belőle. Majdnem 9%-ra levittem. De nem úgy, haltunk meg. Mondjuk az itemekből elértem a 100%-ot fölőle. Így fantasztikus 10 perc alatt. Na jó. Na, mennyi ideje? 33. Na, az pont egy rész. Igen. Hát akkor remélem elveszhető volt ez a kis dúmos. Hentelős. Én sem tudom, mit akarok még először mondani. És akkor... Hogyha tetszett, akkor próbáljátok ki. Mondom, Steamen valami 2 euró, vagy 2,5, vagy valami ilyesmibe kerül. Vannak hozzá modok, vannak hozzá egy csomó mindenek. Elég logikai, tehát ugye nagyon nehezek a pályákon az eligazodás, meg egyébként is elég nehéz, mert annyi ellenfél van, hogy megőrülsz tőle. De ebbe a játékban ez a poén. Úgyhogy kihívás, ha egy kis lövöldözős kihívásra vágytok, ami egy kicsit ilyen retro élményt nyújt, akkor ez egy tökéletes választás. Mai napig nagyon aktív a modding community az egésznek, tehát tele van orba szájba mindenféle moddal, pályával, akármivel, szóval. Fun-made pályák, meg mit tudom én, tehát nagyon sok minden elérhető hozzá, ingyenesen a játék maga azt kell megvenni, az 2,5 euró. 1000 forint gyakorlatilag, és akkor gyakorlatilag igen, végtelen mennyiségű pálya áll rendelkezésre. És jövő héten folytatjuk a retro keddet, és emiről lehetőleg... Nem mondjuk meg, hogy mivel. De nagyon sokat fogunk nevetni, mert az egy olyan játék, hogy ha nem veszed komolyan, akkor sírva röhögsz. Tehát az fantasztikus lesz, akkor találkozunk. Sziasztok! És a Heroes pedig hamarosan a befejező évaddal jelentkezünk. Na köszönjük a figyelmet. Csuma! Hello!